ti kértétek, úgyhogy nézzük meg Jákob Zoli képletét. Most Jákob Zolinak nincs meg az órája, tehát nincs meg, hogy melyik órában született. Viszont én biztos vagyok benne, hogy van a képletében jínfém, és hogy máshol, tehát majd látni fogjátok, mindjárt mutatom, egyébként nincsen jínfém a képletében, úgyhogy én most belőttem arra, hogy 9 órakor született. Kedves Jákob Zoli, hogyha esetleg látod ezt a videót, akkor kérlek áruld el, hogy 9 órakor születtél-e. Tehát, mert hogy annyira mutatja a jínfémnek a jellemzőit, tehát ugye a jínfémnek nagyon fontos a külső, nagyon fontos a minőség, nagyon fontos a stílus, és ő ezt egyértelműen megjeleníti minden részében, tehát a munkájában, a megjelenésében, azért ugye benne van az is, hogy a szépészeti műtét azért az belefér egy jínfémnek, de ezen kívül van még egy jegy, aki nagyon szereti a szépészeti műtéteket. Ez itt akkor Jákob Zoli képlete, Jangföld majom évben, Jangvíz kutya hónapban, Jangfém ló napon, és Jinfém kígyó órában született. A Jinfém kígyó órát, ezt csak én mondom. Tehát amit biztosan tudunk, az ez, az idáig van. Mi az, ami innen fontos nekünk? Természetesen minden fontos. Tehát ugye a Jinfémet én tettem oda, amiatt, hogy szépségiparban dolgozik, és alapvetően fontos neki a külső, és mindig tip-top, és olyan autókat vezet, és a többi. Bejön itt még a Jangföld majom, bejön a Jangvíz kutya és a Jangfém ló. Mindegyik nagyon érdekes, mondom. Az első, amit talán kiemelnék, pedig ez a legbénább dolog róla, vagy hogy mondjam, tehát nem ez a legfontosabb dolog vele kapcsolatban, de az, hogy a Jangföld majomok nagyon szeretik a szépészeti műtéteket. Tehát ők azok, akik leginkább el fognak menni plasztikai sebészhez, hogy akár ráncokat varrassanak fel, vagy botoxoljanak, vagy nagyobb szájat csináltassanak, vagy az orrukat megütessék, bármi. Egy Jangföld majom, az egész egyszerűen, ez benne van a képletében, benne van a zsigereiben, ez egyáltalán nem tiltakozik ellene, nem is érzi problémának, nem is az egyébként szerintem se, tehát mindenki éljen abban a bőrben, amiben jól érzi magát, hogyha megvan rá a lehetősége, akkor nyugodtan operáltassa át magát, így úgy, amúgy, ahogy szeretném. De az abszolút mértékben megfigyelhető, hogy a Jangföld majmoknak nagyobb a késztetése erre. Tehát, hogy ők már az első ráncoknál fogják magukat, és elmennek, és akkor felvaratják a ráncaikat. No, de hát ez még mindig csak a külsőség. Viszont, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan lehet az, hogy valaki egy egész egyszerűen milliárdos lett körömlakkokból, amit pedig egyébként elég sok nőt szeretne követni, ott benne van a majom, a kutya, meg a ló, meg ott van benne a Jangfém, Jangvíz, meg a Jangföld, igazán minden benne van. Tehát iszonyatos kitartás van ebben az emberben. Ez megint csak olyan típusú emberről beszélünk, minden azt mutatja a képletében, ha ő valamit a fejébe vesz, akkor azt megvalósítja, és addig fog menni, amíg az meg nem történik. Tehát egész egyszerűen ez így cakkompak benne van a képletében. Nem adja föl, sem az első nehézségnél, sem a másodiknál, hanem menni fog tovább. Van benne egy jó nagy adag humorérzék, van benne egy olyan, hogy nagyon nagy hatással tud lenni az emberekre. Tehát a kutya is, meg a ló is olyan, hogy, és főképp, hogyha együtt vannak egy képletben, hogy nem tudod kivonni magad a hatása alól. Egész egyszerűen tényleg egy ilyen melegséget, jó lelkűséget, jó szívűséget árasztanak. Tehát nagyon-nagyon, nem tudom másképp mondani, hatással vannak az emberekre. Úgyhogy ez nála is abszolút mértékben megvan. Benne van a Jangvíz. A Jangvíz, aki előre gondolkodik. Ő mindig előre tudja, hogy mi az, amibe érdemes fektetni. Tudni fogja, hogy hogyan érje azt el. Tudni fogja, hogy hogyan mennek a trendek, mi lesz menő. Ő ezeket, mindegyiket abszolút kisújból kirázza, előre látja. Kicsit olyan, mint egy ilyen időutazó, vagy akár mint egy jós, hogy ő tudja, hogy mi az, amiből pénzt lehet csinálni. És akkor ugye ott van a Jangfém, ami megadja azt a, hogy is mondjam, azt a az olyan kitartást, hogy ezt a katonai kitartást, tehát egy Jangfémnek, hogyha valami lebeg a célja előtt, akkor a legnagyobb nehézségek ellenére is, akkor is, hogyha akár, mit tudom én, sárban kell kúszni, vagy napokig nem tud aludni, vagy bármi nehézség adódik, ő akkor is megy és csinálja, mint egy jó katona. Úgyhogy ez is benne van. Úgyhogy szerintem mindent mutat a képlete,
Amit én még hozzátennék, ugye az a jénfém kígyóra, ami adná ezt a még inkább ezt a stílusosságot, ezt a szépséggel foglalkozó iparágat is akár, de mindenképpen azért ugye a jangföld majomnak is rettentő fontos. A külcsény rettentő fontos, a szépség rettentő fontos, a stílus. Úgyhogy nagyon jó kis képlete van, nagyon sok energia van benne, úgyhogy nem csoda, hogy ott tart, ahol tart, viszont hozzátenném, hogy ő ezért nagyon sok munkát beletett, tehát nem véletlenül tart ott, ahol tart, nem az ölébe hullott, ő ezt akarta és elérte, és megcsinálta.